44-ben, mikor a németek bejöttek, a keresztanya még Pajtaljába egy rádiós autóra álltak be. Bátyámot elvitték. Ilyen, nem is tudom, minek vitték el azt. Aztán édesanyám elment utána. Aztán, hát ugye egyedül nevelt bennünket, hármunkat. Aztán annyit könyörgött ott a, hát mit tudom én kinek, hogy hát engedjék haza, mivel az a család fönntartó. Aztán így elengedték, így nem ment ki, hát a háborúba, vagy mit tudom én, hova kellett volna neki menni, már vonattal vitték volna őket ki. Hárman voltunk testvérek, három lány. Szegény édesapám annyira fájlott, hogy nincs fiú, aztán mikor hazajött a háborúból, annyira, hogy fiú, hát a is kislány lett. Aztán annál jobban szerettem, mivel az övé volt, hát legkisebb az Évi volt. Édesanyám meg a édesapám megmentek a mezőre. Hol takarítás, betakarítás volt, hol betés, aratás, kapálás, egész nyáron tényleg volt dolguk, és a nagymama megvigyázott ránk. Üzletjük volt, édesanyáméknak három, mert a nagyszülők olyan szorgalmas emberek voltak, hatalmas kertjük volt gyümölcsfával, nagymama mindig a piacra, minden, úgyhogy egy szép hatalmas házat épültek, ami üzletnek, kocsma volt bent, fűszerüzlet, meg hentes. Az édesapám Leventeként is szolgált a háborúba. 6 éves lehettem, 38-at születtem, ugye, és akkor hát édesapámat elvitték a frontra. Ő a Donkanyarba volt. Apám munkaszolgálatos volt valójában, ő a fronton meg a katonaságnál nem volt, viszont a feleségemnek az édesapja az nagyon sokat mesélt, valójában Leventeként vonult be. 3 vagy 4 zsidó család élt a faluba. Aki az első bódos volt, Weiner nevezető volt, ott lakott, ahol most van a kultúrház mellett volt egy ház, lebontották már. Ott lakott az a zsidó család, utána bontották el, mikor elhajtották őket. Annak a bője volt a Colin. Annak a bótja volt ott, ahol most az Editnek a bótja van, de zárva van. Volt a Colin, ez a zsidó bót volt. Hát meg ott, ahol a mozi volt, ott volt egy bót. Azt meg a Dömjöki Kari bácsi vezette, de az Alpész bót volt, már akkor is volt Alpész bót, az a zsidó bót, az a Maszek bót volt. Mind gyerekek, ugye, az is bótos volt, hát aztán mi is mentünk többször a testvéreimmel, de kedvelt bennünket, hogy nem volt gyereke, aztán mindig adott ilyen szent, mi a pászkát. Aztán, hogy az milyen finom volt. És volt egy drága jó szomszédunk, az a zsidó család, a Kulin Béla bácsi, Sarolta néni, volt egy kis lányuk, aki 2 évvel idősebb volt, mint mink, de nem tudom, az, annyira nem tudom azt, hogy visszfejű. Na, olyan volt szegényen, mindig a kocsiba feküdt. Önnek én már azt távoltunk itt a zsidó temetőben, mikor temették, a kislány meghalt. És a Marika annyi idős volt, mint én. Mi olyan jó kis barátnők voltunk, mint a testvérek lettünk volna. A Colinnak a családja vissza. Nagyon gyönyörű családja volt, nagyon szép lánya volt, nagyon híres szépség volt a Colinnak a lánya, meg a felesége. Mikor még ugye hát születtem, és anyujék akkor is mentek a mezőre, hát bizony, elég sokszor átszaladt velem a nagymama, már nem bírt velem, Sarolta szopta meg ezt a kis leányt. Mondtam, mikor, ahogy nőttek a gyerekek, akkor átagadtam volna, nem mertem volna ezt én elmondani, hogy én zsidó teját szoptam. Ugye, nem mertem volna azt kijelenteni, hogy akárki előtt. Hogy bizony a Sarolta néni elég sokszor megszoptam. 1-2 hónap különbség volt köztünk, vagy annyi se talán 7. Árult mindent. Fűszereket, sót, cukrot, lisztet, gázolajat, petróliumot.
Ott volt minden, a petróleumtől elkezdve a szalámitól, tudja, minden, de csak akkor a kis bót voltam, mint az itt te, csak kicsi. De volt neki lakás ott, ott volt a szoba, konyha neki. Mondom, a petróleumot is az adta. Ott vettük, volt neki egy ilyen gépje, azt azon úgy engedte a bele a literes üvágba, vagy mit tudom én, fél literes üvágba a petróleumot. Már akkor nem volt villany még. Jött a karácsony, az nekünk karácsony volt, akkor a nagymama mindig a két kis gyereket engemet, meg a munkisugamat átkísért hozzájuk, hogy akkor tudta Sarolta néni, hogy most karácsony van, nem kell otthon lenni, mikor a karácsonyfát díszítik föl. Ott voltunk. És mindig vittem neki szaloncukrot, vittünk neki, mindig így mamáik így, hát ahogyan mondták. És akkor ő is hozott át nekünk, de én akkor azt nem fogtam föl, persze, hogy nem fogtok föl gyerekészre, hogy ő is ünnepel valamit most, valamikor. Hát azt már tényleg csak felnőtt fejjel. Tudta meg az ember, hogy ő neki másképp van a karácsonyban másképp. De mindig egymásnak, a mama sütött valamit, akkor vittünk. Itt adtak adtak, akik szegényebbek voltak, adtak hitába nekik. Aztán, amikor volt pénzek, fölírta papírra, hogy ki mennyivel tartozik, aztán kisegítette a népet, aki ugye az áfész módon nem lehetett ilyen. De az igen sok szegény embert kisegítette az a zsidó. Mi annyira jó kis barátnők voltunk, hogy a drága kis Marikával még azt is megcsináltuk, édesanyám mindig lerakta az ékszereit oda a pócra, az asztalra, a dobozba, vagy valamit, és akkor kivittük, és akkor a karit is tövibe, a virágoskát tövibe, mert hát, hogy betettünk, segítettem veteményezni, abból sok, picika magbúsok minden lett, hávassuk anyukám gyűrűt, majd abból is sok lesz. Mire édesanyám kereste a gyűrűt, hogy hol van a gyűrű, de aztán nem mertünk, nem tudtam hazudni, megmondtuk, hogy a Marikával elültettük, már majd sok lesz belőle. Én szerettem már, mikor oda jártunk, ahol igaz, nem hitelbe mentünk, már hát azért már mondom, a bátyám is segített bennünket, meg a nővérem is, úgyhogy én mink hitelbe nem, de nagyon sokan mentek, fél falu oda ment hitelbe. Szemben szomszédok voltak zsidó családok a nagymamáékkal, és nagyon jó emberek voltak. Amikor beteg volt a családban, még arra is képes volt a Irénke néni, így szokták emlegetni, hogy átjött és ott virrasztott a beteg mellett, meg ápolta, ahogy csak tudta. Először a németek jöttek, a német katonák. Ott volt a Fischer Boltú. Hát édesanyám, mondom, menekült, csak azt tudta, hogy menekülni, ha elviszik a házat akkor is. Aztán minden ember hát rászabadult, aztán vitték, hát ingyér. Mindenki, amit talált, azt vitt. Mindenki. Három német volt, azzal a rádiós kocsiban volt egy főnök, meg két ilyen beosztott. Aztán a János bácsinak hívták a főnököt. Minden héten, mikor meghozták nekik a menázsit, vagy mit tudom, minek mondták, a hétre a kaját, ilyen csukikat, táblacsukikat kaptak, aztán mindig adott az öreg egyet. Aztán mondtam, hogy kom, gyere, aztán majd akkor kapsz megint. Egy éjszaka ott aludtak hatan vagy heten nálunk a nagyszobába elől. A nagyszobába elől nem aludt senki, azt szokták mondani azelőtt is mindig, hogy az a ilyen szoba, tiszta szoba. És akkor bementek, kérték, hogy hadd aludjanak itt, és ott aludtak, a földön aludtak. Nem tudom, mit kértek, lehet, hogy szalmát találjuk, nem tudom, csak ugye, hogyan, ugye, másétik. Fétünk, azt mondta a nagymama, még a késeket is előkészítette a fáj alá, nagyon fét, de olyan jó katonák voltak, hogy este megvacsoráztatta őket. Az ölibe fogott, azt mondja az a kis katona, és mutatta a fényképet, hogy őnek is van kislánya, és orvos volt. És egy ekkora szájharmonika volt, ott még ott azt mondják, hogy ott fújta is nekem, és akkor nekem adta. Az egyik szobát német katonák lakták náluk, ők voltak oda elszállásolva is, az ég adta világon, semmi probléma nem volt velük. Azt mondta, még cukorral, meg minden egyébbel kisegítették a családot is. A nagyszüleim háza melletti fogadó vagy kocsma épületébe voltak elszállásolva a tisztek.
és házakhoz is voltak német katonák. Természetes, hogy abban az időben a falun nem nagyon tudtak beszélni idegen nyelvet az egyszerű emberek, ha egy-két, ha tanító vagy ilyen tanultabb ember beszélte is a németet valamilyen szinten, hogy kommunikáltak, de megmagyarázták, nem kell félni tőlük. Kézzel-lábbal mutogattak, letették a puskát este messze az ágyuktól, hogy ne féljenek a gyerekek. Akkor a háború alatt a mezőgazdaságot annyira leszegényedett, elvitték mindent, ami mozdítható volt. A katonáknak elvitték a barompiakat, elvitték a zsírt, elvitték a disznókat, amit azelőtt ugye minden háznál szokás volt, ugye az évi disznóvágású meg volt az egész évi kaja. Meg volt a sonka, meg volt a szalonna. Amikor észrevették, hogy nincs elég tüzelő, a nagyszüleimnek 3 gyerekük volt, az édesanyám volt a legidősebb, akkor ezek a kis katonák, a szomszédban mulatozás volt, a tisztek mulatoztak, iszogattak, jól érezték magukat, hangoskodtak, és ezek a kis katonák, akik oda voltak elszállásolva a nagyszüleimhez, hívták a fiú gyereket. 2 lány volt és 1 fiú, hogy menjem ki velük este, de nem mert kimenni. És mondták neki, hogy integettek, hogy menjen, menjen. Nem ment, és akkor úgy 2 már kimentek, a nagyobb lány és a fiú, és a kerítésen át tüzelőt adogattak. A németeknél még apám kapott a németektől egy zsák leválás dohányt. Aztán csinált a bátyám, a legidősebb bátyám, hogy Kovács volt, csinált ilyen kézi dohányvágót. Aztán azzal azzal is üzletőtek, hogy adták azt a leválás dohányt. Leo meg Max volt, az a 2, aztán mikor ugye, hogy gyerekek voltunk, leültött az ágyam mellé, aztán tanított egy, hogy Enzweirre, így az ujjait mutatta. Azok igen rendesek, hogy csomag jött nekik, áthívtak a szomszédba, aztán mindig valamit adtak. Nagyanyáméknak itt a németek voltak berendezkedve, épp egy gyógyszertár volt. Innét vitték, gondolom, a hadeseményekhez, vagy a harcterekre a gyógyszert. Járnak sok volt a zsidó Bödögén, meg Nagyteveden. Arra visszaemlékszem, mikor hajtotta őket gyalogosan. Egy kis tatyor volt a kezükbe, és hajtották végig gyalog a faluniket, integettek. Mert azért nagyjából ismerték egymást. Ugye a környező falu emberei közösen sokat megtettek, ismerték egymást, integettek, kinnált a teveliek, kinnáltak az utcán, aztán integettek nekik. Az volt a borzalmas, mikor őket elvitték, az olyan borzalmas volt, mondták egy szanyám még, hogy alig bírtak velem, én olyan sírást csináltam, mikor őket elvitték. A nagymama nagyon sokszor elmondta, hogy amikor elhajtották őket, ő ott sírt az ablak előtt, és alig tudták onnan elrángatni, hogy nehogy véletlen kinyilvánítsa és észrevegyék, hogy ő ezzel nem ért egyet, és hogy nagyon sajnálja ezeket a kedves szomszédokat. Az unokatestvérem nekem, akkor még lány volt, aztán az nálunk segítkezett az üzletbe is, aztán mindenki, ugye mikor már mentek, mindenki kiállt az utcára, az emik, amikor meglátta, aztán kenyeret, meg húst vitt ki nekik, aztán adta, aztán amíg rá is pirongatott azokra az emberekre, hogy ilyet csinálni, hogy felebarált meg minden, hogy aztán így bánnak velek. És jött a szekér, ilyen bugyrakban volt, más, nem vittek semmi mást. Kis bugyarban, fehér bugyarban volt valami, lepedőben gondolom, vagy akármiben. Főpakolva, és azt vitték ki, de nem engedték, hogy oda menj hozzá közel, azt már nem engedték meg akkor. Jött katonák, mert katonákkal jöttek a kocsik. Éppen itt a kultúrházzal szemben valaki próbált innivalót adni, többen több helyütt,
de itt a sorból, aki kilépett, egy fiatal gyerek, azt lelőtték. Föl voltak ültetve a szekérre, bugyrokat oda berakták, és azok is könnyen szemmel, egyik jobban sírt, mint a másik, integálták, amelyik hát azért egy kicsit, a Béla bácsiak, tudom, nagyon integálták. Mi nagyon sírtunk, mindenki, és talán a könnyeink tűzre tudják már, hogy csak utána hát úgy beszélgették, nagyon sajnáltuk őket. Akkor volt öröm, mikor hazaért. Az az isteni kegyelem volt. Kulinnak a lánya, meg a felesége. Azok ott vesztek a lágerba, a Kulin kiszabadult, a hazajött, visszajött ide Teverre. Valaki hírül hozta, hogy ez az Irénke néni, akivel édesanyámik nagyon jóban voltak, meg a nagymama, ennek a tizenvalahány éves fiával volt együtt, és akkor, amikor szétválasztották őket, és ugye vitték egyiket ide, másikat oda, gázkamrákba gondolom, akkor szegény megbomlott. Tehát valószínű, hogy megőrült ebbe a tudatba, hogy elvették tőle a fiát, vagy legalábbis gondolom egy ilyen idegösszeomlást kaphatott szerencsétlen. Jött haza egyedül, de ő is kegyelem útján, mert aztán ott összetalálkozott a lágerba a Bözsi nénivel, aki meg valami sváb, zsidó volt, de mégis olyan sváb származású volt, még a kinézete is ugye, a Bözsi néninek, és németül nagyon jól tudott ő, és írnok volt, ő az irodában volt. És akkor ő találkozott ott a Béla bácsival, lehet egy szimpátia is együtt, egyszerre nem tudom, ezt annyira nem tudom, csak a Béla bácsi így mondta, hogy hát ő volt az áldott megmentőm, mindig úgy írt ki, olyan helyre írt ki, ahol ő neki nem oda kellett menni, ahol aztán vitték a halálba mindet. A házába beköltözött, kinyitotta a bótot, aztán egyszer ugye gondozatlanul állt ez a cserepes régi épület, de leszakadt. Aztán akkor a Kulin beköltözött pápára, a teveliek meg nekiadták a tűzoltószertárat, ami ott van most is. Ott volt a Kulinnak a bótja. Szokták mondani, most nem hallgathatod. Nem le, mert az aztán ugye a lágerről, aztán másét ott a szülőknek, nagyszülőm, nagymamámnak, szüleimnek, de azt már mi gyerekek nem hallgathattuk. Kivezényelték a, még a lány Leventéket is, meg kivezényelték a falu lakosságát, akik éppen nem voltak katonai szolgálaton, a cigánygödörhöz, kőbarikádot, akadályt emelni az orosz katonák bevonulása ellen. És akkor azt mondta édesanyám, hogy de amikor jöttek az oroszok, ameddig a szem ellátott, mint a hangyaboly, úgy terítették be a határt. Virágvasárnap érkeztek az oroszok, hát azt mondják, valójában mind a hangyák úgy jöttek harckocsik, gyalogosok, amik valójában ezzel előzönlötték az egész határt, végig söpörtek rajtunk, és valójában percek alatt átmentek, de aztán velem harcesemények olyan volt, hogy a németek voltak itt a Bakunyin partán egy hídnál, és azok gondolom odalőttek az oroszok fele, és sajnos azokat kivégezték, meghaltak. Már érkeztek a közelbe, akkor elkezdték a menekülést, a temetőn keresztül menekültek elő. Németek mentek pápa felé, gyalogosan. Egy nagy durranás volt a zsidó kápol, vagy a imaház volt akkörül. Akkor egy nagy robbanás volt a temetőnél. Mint tudom én, mondták még a nevét is, amúgy megjegyeztem sokáig, hogy mivel robbant az ott föl. Egy német katonának itt a temető kapuba robbant fel a páncélököl a vele. Itt van a síremléke, szülei. Itt egy teveli asszon gondozta egy jó darabig, míg a szülők ugye tudták, hogy itt van, aztán meglátogatták, megfizettek érte. Egy repülő, gondolom a reptérről szállt fel, és valamilyen lövést találta, és a nagyteveli határ, teveli és nagyteveli között valahol a határból zuhant le. És amikor oda akartak menni, jöttek másik gépek, amik valójában lőtték, hogy mi véget, nem tudom, tehát sorozatokat adtak le, nehogy ott a repülőből valamilyen alkatrész vagy maga roncsok megmaradj, de nem tudom, mi véget történt ez az esemény. Amerikai repülőgépet lelőttek is a Dasztaveli határba, zuhant le. Volt
itt akkor olyan idős ember, aki Amerikából hazajött, és angolul is valamennyit tudott beszélni, azonnal a falubeli férfiak, ugye idősebb emberek, akik itthon voltak a háború alatt, próbálták keresni vagy segíteni, hogyha életben maradt, de mire gyalogosan vagy lovaskocsival, hogy mondjuk ha sebesült, akkor el tudják látni, vagy orvost hoz vinni, vagy behozni a faluba, addigra a reptérről kijöttek. És hát a szemük láttára vitték el ezt a pilótát. Életben maradt, úgy tudjuk. Előttök robogattak föl minden hidakat, ilyesmiket, de ilyen bombázás nagyobb áll a környéken nem volt. Nem sokáig voltak. Itt csak megpihántak, vagy mit tudom én. Letáboroztak. Mocskosak voltak. Megmondhatom, miért büdösek is. Szemtelenek, mocskok. Ide Tevára, Nagy Tevár belül jöttek, a biztos. Annyi volt a ruszki katona, és olyan fáradtak voltak, hogy az utcán feküdtek az uton. Mikor ide beértek a faluba, itt volt nekik pihenő. Feküdtek az uton, de annyi, hogy ellepték az utat, feküdtek. Lépkedni, így lépkedve el lehetett rajtuk menni. Úgy aludtak. Olyan fáradtak voltak. Amikor a ruszkik bejöttek, aztán oda a szülői házhoz kitárták a kapukat, aztán oda jártak be a tankokkal, meg a zemét, micsodát, amiben kondérok, két kondérral is ott főztek, ott voltak. A nagyapám a 45 előtt a falu bírója volt. Amikor jöttek az oroszok, akkor mindig a bírót keresték, de nem nyitottak kaput, hanem belőttek az udvarba, és akkor beadták az igényüket, mennyi tyúk, mennyi tojás kell másnapra. Ilyen hosszú udvarokba bejártak, ahol nem utcára, hanem például mi hozzánk is bejártak a ruszkik, 17 lóval az udvarra. Aztán éjjel, vagy ha a teste meg az anyámnak odahoztak egy nagyzsompor tojást, hogy főzze meg nekik, meg tyukat köllött neki kopasztani, megfőzni nekik. Aztán jól laktak, aztán lefeküdtek az ágyba. Szegény anyám letették keresztbe az ágyba, aztán a francok meg odafeküdtek. Hát persze, hogy eljöttem onnan, de aztán az istállóval verrottunk meg, a szalmán. Még olyan is előfordult, hogy télvíz idején a hóba leültették és lehúzták a csizmáját, mert jobb csizma volt a lábán, mint amilyen az orosz katonának. Volt 10 család méhe. Főburították a kaptát, meg a kasokat, aztán a méheket füstölték meg, hogy elmenjenek, kiszedték a méh lépet belül, aztán ették meg az a ruszki. Az. Akkor láttam először, hogy a ruszki, hogy az uborkát úgy héjastul megeszik. Addig minden soha nem volt ilyen, hogy láttam. Mindig anyám szépen megpucolta, leszállt, elkészítette, úgy ettük az uborka salát. Ha megette, azon volt a ruszki a héjastul minden stíl. Azok olyan kultúrátlanok voltak. A bátyámat elküldte édesanyám az ő testvérjéhez, hogy gyűjjön el, mert ugye féltünk. Aztán nem, hogy a testvérem visszagyűjt volna, vagyis az ő testvérje, az én testvérem se gyűjt. Tehát a szegény anyám meg azon retteget, hogy a ruszik nem elvizélték, vitték, vagy valamit nem csináltak vele. Mert ugye ellapték a falut, aztán nem engedte vissza a bátyának hittük. Marietta egy Gyula bácsinál volt egy vekkedóra, mint ahogyan a faluban minden háznál, azelőtt vekkedóra volt. Ami hangosan ketyegett. A ruszki az szinte bomba. Agyon akarta lőni a Gyula bácsit, hogy a bombát szüntesse meg, mert a bomba nem óra. Te mondta neki, hogy szerezzen neki párizsnyát. Szóval nekem sincs arisnyám. Az öreg úgy emlékszem rá, mondta neki. Édesanyám szokta mesélni azt, hogy az oroszok mikor bejöttek ide a faluba, akkor a fiatal lányokra ugye ráhajtottak mindig, és ő neki mindig a nagymamája beöltöztette fekete öregasszonyos ruhába. Voltak 3 barátnő,
aztán azokat bújtatták, de mégis azért öltöztek be, ha megtalálják őket, akkor öreg asszonynak lássanak. Az anyukám az elbújt, a nagymama az itt volt ilyen, mit tudom én, hány évesen, és akkor megtalálták a szekrénybe a világos ruhát. Ugye a nagymama meg sötétben volt, és akkor megráncigálták, hogy hol van a bárizsnya, a fiatalasszony. És olyan fifikás volt a nagymamám, hogy ugye régen ilyen réklinek, vagy minek mondták, ami volt alul ilyen rózsaszín, meg mit tudom én, mik az öregeken, és a mama kigombolta a nagymama ezért, és mondta, hogy az is az övé, csak alul hordja. Úgyhogy így menekült meg, hát nem keresték tovább. Édesanyám még akkor lány volt a 45 előtt, amikor az oroszok bejöttek. Ő többet aludt a tyúkpadláson, meg a szomszéd istálóban, mert mindig az oroszok a bárizsnyákat keresték, és őt féltették, és ahogy a szomszédok összedolgoztak, ahogy egymást segítették, az megható volt. Volt egy nagynéném, bebújtatták, ugye falun voltak ezek a bubos kemencék, és volt az a nóternak mondták, ahol füstölték, és oda bújtatták át. És szegény itt volt nálunk még, arra már emlékszem ilyen 7-8 évesen, és mindig annyira félt attól az ajtótól, hogy oda jön, neki be kell bújni, úgyhogy hát egy kicsit meg is zavarodott vele. Aztán utána már csillapodott ez a ruszki. Már volt nekik valami GPU állánőrzők, azt mondták nekik, az a GPU, az állánőrök, azt kellett a ruszkinak mondani, hogy jön a GPU, mindjárt futott a ruszki áll. Azoktól féltek, azok mindjárt bevitték őket a kalodába. Ott volt egy pince, boros pincája volt a Márton bácsinak. Jó, mert hogy miért, mert úgy előttem van az olyan, és volt, legurultunk a pincébe, olyan meredek lépcső, és lele volt hordókkal, és akkor hordókra szalmát, kukoricaszárt, pokrócokat, mindent ráterítettek, és akkor a nagymama meg mi velünk oda menekült a pincébe, de a férfiak azok soha nem jöttek oda le. Azok mindig éjjel kint voltak, őrt álltak, hol ide bújtak el, oda bújtak el. A Kulin háznak egy ilyen folyosója volt, és akkor figyelték a zajt, hogy honnét jön a zaj. Apám 4 évig orosz fogságban volt Szibériában. Aztán tudott oroszul beszélni elég jól, aztán elvitték innen a faluból őket a papíros malmot kitakarítani. Aztán ott volt a magyarázkodott, aztán is apám mondta neki, hogy hát ő ért magyarul. Jó, azt mondja, Tata, állj ide, azt mondja, mellém, aztán majd te tolmácsolsz. Aztán mondta neki, mert apám Schuster volt, ugye akkor úgy mondták Schuster, azt mondja neki az officer, a tiszt, hogy csinálj nekem csizmát, hozott hozzá a bőrt, meg talpat, anyagot, mindent, azt mondja, csinálj belőle. Aztán azt mondja, akkor nem kell neked oda jönni. Aztán akkor mi apám, itt 3 vagy 4 nap alatt megcsinálta neki csizmát. Azt mondja, ami maradt anyaga, meg a tiádé lehet, azt mondja, az minden a tiádé. Aztán utána megint jött a másik tiszt, az is hozott anyagot annak is. Jó pár csizmát csinált apám a ruszkiknak akkor. Apám gyakorlatilag munkaszolgálatos volt, és hazafele valahol erre Ihászi körül kapták el őket, és azt ígérték az oroszok, hogy adnak egy papírt, hazajöhetnek. Hát nem szöktek el, holott el tudtak volna biztos éjjel valahogyan szökni. Apám ezekkel a ruszkikkal tudott beszélni, aztán, hogyha valamára, hogy arra a szomszédokba bementek a ruszkik, akkor futottak hozzá, hogy gyere, apám, gyere, káró, azt mondja, már itt vannak a ruszkik, beszélj vele. Drága asszonyok, sápítoztak. Egy kicsit hosszúra sikerült ez a nyarallás, mert elvitték őket a fehérvári kórházba, volt egy gyűjtőtábor, ahol talán 3 vagy 4 hónapig voltak fogságban. És akkor onnét vagomba rakták őket, és Romániába, ha jól tudom, Tekucsba szállították ki, és akkor már a háborúnak vége volt, onnét sikerült ő neki visszajönni. Édesapám nem volt itthon,
aztán mire még hazajött, szökve. 44 karácsonyán ő már itthon volt. De valamilyen kerülő úton, mit tudom én, ő úgy mesélte, hogy már nem voltak kivezessei őket, már Oszló céljál a nép, hát az már akkor ugye 45 előtt már fél év, azért akkor már úgy látszott, hogy menekül mindenki valamára. Na ő meg korábban hazajött. Apám, amikor bevonult katonának, nem sokára megsebesült, ugye vitték őket a frontra, aztán nagyszenken megsebesült. Combból lőtték, értesítették édesanyámat. Édesanyám meg a nagynéném elmentek nagyszenkre. Meglátogatták, de amikor a sebet ugvarták be, hogy a golyó benne maradt. A golyót nem vették ki, hanem bennmaradt a szervezetébe. Az apám nem katonának, hanem munkaszolgálatosnak vitték el, de többet is a falubú, mert ezt a kis Gabri bácsit is, meg a Mészáros azt is, az ott volt, meg az apám mellett a Mészáros Kari bácsi. Meg az a kis Gábor, el se jött haza. És onnan, amikor fölgyógyult, nem gyűjtett haza, hanem tovább vitték a frontra. Te fogságba esett, Németországban volt fogságba. Édesapám az is a háborúban volt. Németországban volt fogoly, de ő nekik jó volt, ahogyan mondta, mert annyi csokit, narancsot, mindent ettek, úgyhogy, de aki az orosz fogságban volt, azok meg nyomorékan jöttek haza. Az apám szegény hazagyűtt után, amikor szabadon engedték már őket, olyan soványan, meg úgy nézett ki, mint a kisgyerekek voltunk, hogy fétünk tőle. Aztán be kellett vinni a kórházba, mert tali volt tájoggal. Még az oldal bordáin a csontokat is koporták, meg végig a lába szárát, éppen, hogy csak összeforrott fény lett neki egész életében. Mert ugye nagyon sok volt a sebb. Aztán azért hárágyütt szegényem, 84 éves volt, mikor meghalt.